Mester úr, Bethlen hadnagy, díszeletség parancsnoka jelentem. Ünnepi megemlékezésre díszeletség felsorakozott. Jó napot, honvédek! Erő, egészséget! Ende Csaba honvédelmi miniszter volt az ünnepi szónoka az október 6-ai megemlékezésnek a gyulai honvédtiszti emlékhelynél. Az aradi 13-ak példája mindenkinek példa kell legyen ma is, hiszen az akkori hősök megmutatták a magyarság összetartozásának erejét, amely nem ismer határokat. Közös történelmünk tanulsága, hogy mindenkinek van egy része a hazából, különben nem egész a nemzet és nem egész az ország. Ez volt az a szabadságharc, ami hozzátett évezredes történelmünkhöz mindörökre. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, ebben a történelmi küzdelemben jelentősen felértékelődött az ember szerepe. Ha csak a száraz tényeket és a realitásokat vesszük alapul, ennek a szabadságharcnak ki sem szabadott volna törnie, és semmiképpen sem lehetett volna ennyire sikeres. Az újonnan felállított honvédsereg ugyanis kezdetben hatalmas anyagi és szakmai hátrányban volt a Habsburg monarchia méltán világhíres hadseregével és csapataival szemben. Mégis mi kerekedett hát felül akkor a számadatokon, a tényeken, a katonai realitásokon, a létszámok, a puskák és az ágyuk statisztikáján? Az ember. A honvédsereg vezetői egyszerűen emberségben, szakmai tudásban, kitartásban és lelkesedésben múlták felül a velük szemben állókat. Ende Csaba rámutatott, az, hogy ez a szabadságharc egy nemzetet jogaiban és szabadságában megerősítő nemes esemény lett, az elsősorban a honvédseregnek volt köszönhető. Azé a seregé, melyben a nemzet minden társadalmi osztályából kikerülő katonák együtt harcoltak és győztek a közös ügyért. Ezért nem maradhatott végső győzelmet a hajnóféle diktatúra, és vezetett el végül a nemzet passzív ellenállása a kiegyezésig. Gyulán vezetett át az az út, amin az aradi 13-aknak végig kellett mennie. Ez az út világosról indult, s a végén már az aradi vár sáncárkában virrad a reggel. Hajnaú parancsára Gyulán fosztották meg őket orosz ellenfelük által meghagyott katonai becsületük jelvényeitől. Itt kezdődött meg pokoljárásuk utolsó szakasza, amelyet azonban ekkor még enyhíthetett a gyulaiak tüntető szeretete. Ez a híres történet valójában csak egy apró epizód, de igenis méltó a figyelmünkre. Mert megmutatja nekünk a legfontosabbat. Azt az igazságot, amely ma is érvényes. Nem lehetséges a honvédelem az emberek támogatása nélkül. Fátyolos zászlók kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, akik értet haltak. A beszédet követően Benkő Péter Jászai Díjas színművész és a Regélők Ének Együttes adta elő ünnepi műsorát, majd az őrségváltás után a megemlékezők helyezték el koszorúikat.